Elkezdődött a felvételi időszak. Ez azt jelenti, hogy azoknak a diákoknak, akik valamilyen felsőoktatási intézményben szeretnének tovább tanulni, 2018. februárjában be kell adni a jelentkezési lapokat. Ebben az időszakban Magyarország főiskolái és egyetemei nyílt napokra várják a leendő hallgatóikat, ahol közelebbről is megismerkedhetnek az intézménnyel és a képzési rendszerrel. Szerdán a Nyíregyházi Egyetem fogadta az érdeklődőket. Mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezt a nyílt napot, itt szeretnénk bemutatni az egyetemünket, és arra ösztönözni a Nyíregyház, illetve a környékbeli fiatalokat, hogy ne menjenek el más városba, más egyetemre, hiszen itt például az országban lévő 13 képzési kínálatból 10 megtalálható, és egy olyan egyetemen, olyan városban tanulhatnak, ami nagyon családias, nagyon személyre szóló, és... Azt gondoljuk, hogy aki úgy dönt, hogy itt marad nálunk, az nem fogja megbánni. Az egyetem a népszerűsítés érdekében roadshow-val járja az országot, valamint az edukáció kiállításon is részt vesznek. Jelenleg az óvoda pedagógia és a csecsemőgondozó szakok iránt érdeklődnek sokan, azonban még mindig a gazdálkodási és a műszaki szakok a legnépszerűbbek. 15 éve van gazdaságtudományi képzés a Nyíregyházi Főiskolán, illetve most a Nyíregyházi Egyetemen. Két szakon képzünk közgazdászokat, gazdálkodási és menedzsment szakon, valamint turizmus és vendéglátás szakon. A képzés sikere azt gondolom abban rejlik, hogy a piac erre tart igényt. Jelenleg nem csak alapképzésen van közgazdász képzésünk, hanem az úgynevezett FOSZ képzésen is, ami egy rövid ciklusú 2 éves képzést jelent, ugyanolyan 1,5 éves gyakorlattal. Jelenleg közel 500 hallgató folytatja tanulmányait a két gazdasági szak valamelyikén. 2 éve duális képzési formában is elindult a gazdálkodási és menedzsment szak, ami azt jelenti, a 3,5 év alatt egyszerre tesznek szert elméleti és gyakorlati tudásra a hallgatók. Másodéves alapszakos hallgató vagyok gazdálkodási és menedzsment szakon, duális képzésben veszek részt, a Csőszpeleten cégcsoportnál vagyok szakmai gyakorlaton, és hát ez nagyon kedvező anyagilag is, illetve hát amit az iskolában megtanulunk elméletből, azt a gyakorlatban megtanuljuk a cégnél. Bár évek óta a gazdálkodási és menedzsment szak a legnépszerűbb, az egyetem többi képzése iránt is folyamatosan nő az érdeklődés. Nagyon tetszett nekem az egyetem, és erre a sport és rekreáció szakra jöttem nézelődni igazából. De még ezen kívül még a Debreceni Egyetem, és ugyanez a szak még nagyon tetszik nekem, és ugye hát ez a sport iránt jöttem érdeklődni. A nyílt napon a jelenlegi egyetemi hallgatók bemutatták az egyetem mindennapjait, a tudományos kutatási lehetőségeket, a szórakozási és szabadidős programokat, valamint az ösztöndíj lehetőségeket is.